Tegnap Deák Ernő főszerkesztő vezetésével Kecskeméten járt a Bécsi Napló szerkesztőségének küldöttsége. A lap a nyugati magyarság európai szemléletű, sokrétűségre törekvő, független, demokratikus orgánuma, amelynek célközönsége az Ausztriában élő magyar kisebbség mellett minden szórványban vagy diaszpórában élő, önmagát magyarnak tekintő polgár. A szerkesztőség munkatársai kivétel nélkül önkéntesek, akik munkájukért semmiféle javadalmazásban nem részesülnek. A Kecskeméten bemutatkozó küldöttség tagja volt Martos Péter, a Bécsi Die Presse polgári napilap korábbi megbecsült újságírója, aki elsősorban külpolitikai cikkeket, elemzéseket ír a Bécsi Naplóba. Részt vett a találkozón Fetes Kata, az újság egyik rovatfelelőse, aki az online felületeket gondozza, és rendszeresen nemzetközi lapszemlét közül a lapban interjúi és egyéb írásai mellett. A delegáció tagja volt Lengyel Ferenc költő, a Bécsi Magyar Iskola tanára, aki a Bécsi Napló kulturális arculatáért felel szerkesztőként. Részt vett az esten a 80 felett járó Kecskeméten élő S. Csoma János költő, újságíró is, aki 40 évvel ezelőtt csatlakozott a szerkesztőséghez. Feladatait az utóbbi időben egészségi állapota miatt sorra átadta kollégáinak, de lélekben ma is közéjük tartozik. Bemutatták a találkozón Deák Ernő főszerkesztő legutóbb megjelent vaskos kötetét, amely Útkeresés a jövőbe címmel tette közzé a szerző magyar nyelven író tanulmányait a kisebbségben élő magyarságról, történelmünk és irodalmunk kimagasló alakjairól. Az esten lehetőség volt a Bécsi Napló előfizetésére is. Nyugat-Európa egyetlen magyar nyelvű sajtótermékének első kecskeméti bemutatkozására megtelt a könyvtár előadó terme. Az est végén elégedetten távozott a közönség is, és nem volt okuk panaszra a szerkesztőség idelátogató tagjainak sem.